vagyunk a szombatesti Láz színpadán, hát majdnem táncparketet mondtam, és itt áll mellettem Keleti Andi. Szia Andi, hát ma csak úgy záporoztak a 10 pontok, mi történt? Hát mi most megnyugodtunk, mint zsűri, tehát hogy érezzük, hogy ezeknek a pároknak ez megy valóban, és akik itt vannak még mindig a műsorban, nagyon nagy biztonsággal és egyre szebben táncolnak, összeértek a párok, úgyhogy most egy kicsit már mi is eleresztettük magunkat, és átadtuk magunkat ennek a jó érzésnek, hogy lehetünk ilyen rendesek is. Tudod, arra gondoltam az elmúlt adásokban, hogy te azért kaptál 4x10 pontot, azért az egy olyan plusz lehetett nektek, hogy ugye eddig meg viszont még nem adtál 10 pontot, hogy nem akartod ezt a jó érzést így nekik odaadni, vagy pedig még nem érezted tökéletesnek a táncukat? Hát nem lett volna jó, ha ráunnak arra sok tízesre, tehát hogy így sokkal nagyobb dolog szerintem kiérdemelni, és hogy mi is tényleg nyugodtabban adhatjuk, mert most már látjuk a párokat, látjuk jobban egymáshoz viszonyítva őket, látjuk, hogy mire képesek, mert ugye azért mindig benne van, hogy a műsor első tánca az egy jó produkció, és ha jön jobb, ugye? Tehát, hogy azért sajnos nem hálás dolog például elsőnek táncolni, de azért most már bátrabban nyúlunk a jó pontokhoz az első táncosnál is, mert úgy nagyjából az erőviszonyokat már feltérképeztük. Hát ez már csak ilyen, amit így egymás után sorba kell pontozni, és nem mérjük, hogy ki szakítja át előbb a szalagot, ugye, a befutóba. Most utólagos engedelmeddel szerintem te vagy a legszigorúbb zsűri. Téged poénnal le lehet venni a lábadról, mármint poénos tánccal, vagy kicsit ügyetlenséggel, vagy te sokkal inkább azt nézed, hogy ez a tánc az tényleg olyan legyen? Ez nagyon érdekes, hogy így alakult, hogy én vagyok a szigorú zsűri, mert hogy én mindenkinek megesküdtem a műsor előtt, hogy én leszek a legkedvesebb, a legbarátságosabb, és egyébként az is igyekszem lenni, a pontok azok egy más dolgot tükröznek. Tehát egyrészt imádom a táncosokat, imádom a sztárjainkat, akik tényleg idejüket és energiájukat nem sajnálva rettenetesen sokat próbáltak és rettenetesen sokat készültek. Másrészt pedig muszáj közöttük valamiféle rangsort fölállítani, és hogyha szívünkre hallgatunk, akkor csak dobáljuk a 9-es, 10-eseket, és a végén, amikor a zsűri által fölállított rangsort nézzük, akkor nincs, mert mindenki holt versenyben van. Tehát, hogy keressük azokat a kis finom nyuanszokat, amivel meg lehet őket különböztetni, és én ennek alapján általában ilyen 4 helyezés között szórom szét a párosokat. És csak köztünk szólva, szerinted kinek van nagyobb esély, aki a maximalizmusra, a profi táncra törekszik, vagy aki belecsempészik egy kis humort is, mint mondjuk Szilveszterék, mármint a végső győzelemnél? Hát mind a kettőre szükség van. Meg leginkább arra van szükség, hogy mindenki megtalálja, hogy ő neki magának mi áll a legjobban, vagy neki magának mit sikerül előhozni a lelke mély bugyrából, ami hiteles. Ez nagyon fontos. Másrészt persze, hogy nagyon fontos, hát elvárjuk kötelezően, hogy mindenki tánctudásához képest a maximumot adja, tehát hogy nem lehet itt azért lígni-lógni, és aki képességben jó, az nem eteti meg velünk egy jól sikerült ötlettel, hogy ez most az a produkció volt. Tehát, hogy itt mindenki mindenféle szinten a maximumot kell, hogy kihozza. És hát végezetül tanár úrtól már többször hallottuk, hogyha van kedvenc, akkor azt elmondja, neked van-e kedvenc párod? Nagyon nehéz ezt meg... Én nem vállalnám föl. Nem vállalnám föl, mert én 8-at szeretek. És tényleg mind a 8 maga módján megérintette a szívemet, édesek voltak, kedvesek voltak, sírtunk velük együtt, ahányan kiestek, szóval nem szeretnék különbséget tenni. Mind imádom, mindet visszavárom, és az utolsó adás lesz a legjobb, amikor újból együtt táncolnak. Andi, köszönöm szépen, hirtelen fejszámoltam, hogy jött ki a 8. Köszönöm, sziasztok!